ez a rendszerváltásnak a hozadéka, mert a rendszerváltás előtt, amikor KGST volt, meg oda mehettünk, kialakultak az országok kulturális intézményei. Nagyon használták az emberek, hiszen nem volt ekkora szortiment, nem volt ekkora választék. Hát nem. És a rendszerváltás után, amikor kinyílt a világ, akkor ugye az adott országok is elhanyagolták valamennyire a saját kulturális központjaikat, tehát a lengyel kulturális központ, a szlovák kulturális központ, ők sem adtak annyi pénzt, és az ő érdeklődésük is inkább az új világ felé, vagy az akkor megnyílt világ felé fordult, és az elmúlt 20-25 évben teljesen leépült az a fajta ismeretanyag, amit úgymond hoztunk magunkról a volt szocialista országokkal kapcsolatban. Hát jóformán többet tudunk Amerikáról, vagy nem tudom, Nyugat-Európáról, mint Pozsonyról, Bukarestről, meg Bécsről. Más is volt ott. Volt mindenhol tudósító. Csak ugye elmondom, hogy én 16 évet éltem Varsóban. 77 és 82, tehát megalakítottuk a szolidaritást, pápát neveztünk ki, utána rendkívüli állapot, a család nagy részének rajtam kívül még haza kellett jönni, mert nem volt mit enni. Rossz néven vette a család, hogy minden utcasarkon így géppisztolyosok állnak, és... Ez nem csodálom, hogy rossz néven vette. Igen, két kis, abszolút kisgyerekkel, aztán sok embert megöltek a szolidaritásból, ennek nem jött ide híre. Aztán rendszerváltás a magyarról, lényegesen kevesebbet tudok, mert ott, azt is ott éltem át. Aztán 2005-től 2001-ig volt a következő. Na, az volt a legjobb. Akkor voltam a legnagyobb a rangban, és... Amikor a lengyel kulturális intézetnek, vagy nem, a magyar kulturális intézetnek a lengyelországi vezetője volt. A magyar kulturális intézet, a Varsói Magyar Kulturális Intézet. De én mindig abban az intézetben dolgoztam, csak először ilyen szőnyeg alatt. Igen, hogy mikor szűzett? 77-től? 77-től 82-től. Igen, én elolvastam azt. Ajjaj. Ezt akkor, elolvastam. Mit olvasott de hogy úgy jött el, hogy több részletben. Három, 77, 82, 86, 91, és 2005-2011. Igen. És minden ott volt még? Egy díj kapcsán, megmondom melyik díj. Szocializmusban büszke vagyok rá, nem kaptam semmit. Pedig 20 évig dolgoztam a művelődési minisztériumban. Ó, se egy névódi, se semmi. Nem, hát azért kellett elmondani, fogjam, mert... Magas lengyel állami kitüntetés. Azt igen. De oda van írva, hogy mi a maga a kitüntetés? Vagy ez, hogy mindjárt nem mondom, lengyel állami. Jaj, de jó, megtudom. Szóval a szegény Kaczynszkitől kaptam, aki lezuhant. Igen, igen, lengyel kultúra két ország népei közötti együttműködés érdekében kifejtett tevékenységért. Lengyelül ez kicsit másképp hangzik. Pavel Vipich. Vipich miniszteri rangban lévő elnöki tanácsadó nyújtotta. Igen, ő is a gépen volt. Életemben nem kaptam kitüntetést, és teljesen váratlanul, tényleg annyira váratlanul, hogy éppen mentem egyik helyről a másikra, nem fogadásokra, mert arra ritkábban jártam, utáltam az ilyeneket, meg a nyakkendőt, zakót, meg mindent is nem lehetett levenni, hanem éppen mentem egyik, mit tudom, fő polgármestertől mentem az egyik keleti polgármester, és akkor mondja, hogy hát miért nem vagy itt? Mondom, hol? Hát gyere be a nagykövetségre, rád várunk. Mondom, miért? Most fognak kitűnni. Mondom, kitüntet. Hát eddig még életemben nem. Hát mindegy. Ez a szerencsétlen Vipich tüntet, ő adta hát igen, nekem, mert Kaczynszki akkor épp beteg volt. És én elhatároztam, hogy utána járok. Se évforduló nem volt, se haza nem készültem, semmi olyat nem alkottam előtte való időszakban, ami miatt én nekem ezt kapni kellett volna. És van egy úgynevezett, ez egy nagyon szép dolog, ezt nem is gondoltam, hogy elmondom, a két nép barátságról. Magyarország az egyetlen, mert mindenről eszembe jut valami, Magyarország és Lengyelország két ország, egyedül a világon, amelynek van egy barátsági, egy olyan együttműködése, hogy minden évben ezt megünneplik. Győrben van egy fa, a világ legszebb ötlete ez, két tölgyfa gyökereivel és lombkoronájával összenőve. És ez a barátság napja, ezt két ország parlamentje hagyta jóvá. És 2008-ban kaptam, azt hiszem 2009-ben, mert minden évben más országban volt, vagy Lengyelországban, vagy Magyarországon, és éppen azon dolgoztam, hogy lakhelyemen Óbudán adják, Óbudán legyen ez, sikerült. Kaczynszki nem tudott eljönni, mert a mama nagyon beteg volt, és ő otthon maradt, mindig betegeskedik a család, és a jobb kezét, aki szintén a gépen volt,
azt bekerítettem, mi viszonylag jóban voltunk, külügyminisztériumban volt, ő is miniszteri rangban, hogy hát nézem már utána, hogy miért kaptam, hát nem fogalmam nincs, nem szoktak utánam dobni kitüntetést. És mondta, hogy bocs, most jön egy nagyon zűrös időszak, most itt volt ez, még meg csináljuk azt, jön a Katinyi nagy ünnepség, mert akkor zuhant le a gép, a nagy ünnepség, és utána én magam jelentkezem, mondta ő. Ő is a gépen volt. Itt soha nem tudtam meg, hogy miért. És már nincs remélem. A Vipik is a gépen volt. Tehát senkit nem tudok megkérni. A Kaczynszki mind a hárman lezuhantak. És még több barátom is volt. Barát. Tehát aki, aki barát volt. A teljes lengyel vezérkar a gépen. Kedves hallgatóink, Gordon István a vendégünk, ezzel a hosszabb bevezetéssel már gyakorlatilag el is mondtuk, hogy ki ő, tehát a Varsói Magyar Kulturális Intézet volt vezetője, de jelenleg nyugdíjas, ha... Immár a 13 éve, és mint polonistát, vagy hát lengyel szakértőt hívtuk el az adásunkba, mert a lengyel választások eredményeiről tervezzük a mai beszélgetést. Az asztal körül Gordon Istvánon kívül itt van még velünk Zimre Zsuzsa. Sziasztok! Digi! Sziasztok! És engem Áronnak, Kubatovics Áronnak, hűnök, a Bürger Zoli pedig hiányzik, igazoltan családi program miatt hiányzik. Hú, elő is veszem a jegyzeteimet, mert rengeteg kérdéssel készültünk. Kivételesen ez egy olyan adás lesz, amiben nagyon, nem azt mondom, hogy kivételesen komolyan vettük, mindig nagyon komolyan vesszük, de most még jobban komolyan vettük. Írtunk egy csomó kérdést, gondolkodtunk, külföldi szakirodalmat olvastunk, magyar oldalakat olvastunk, tehát nagyon aktivizáltuk magunkat, mint ahogy egy rendes podcastba aktivizálni kéne magát az embernek. Az egész téma azért jutott eszünkbe, hogy erről beszéljünk, mert hát itt vagyunk a rendszernek a nem tudom 13. 14. évében, három olyan választás után, amikor kétharmad lett, mind a három választás után úgy volt az ellenzék, hogy na, akkor most megvan a csodafegyver, és közben pedig létezik ez a bizonyos Varsói Gyors. Képzeljétek el, 3 héttel ezelőtt voltam ilyen brüsszeli találkozón, ahol ott volt egy lengyel zöldpárti parlamenti képviselőcsa is. Ahova vonattal mentél, mert annyira zöld vagy. És az azután volt pár nap, miután megnyerték a választást, és akkor mindenki gratulált neki, és mondtam neki, hogy na, most már nagyon szeretnénk angolul, hogy ez a bizonyos Varsó Gyors jöjjön el Budapestre, és nem tudta, hogy az micsoda. Érdekes. Csodálkozom, mert 30-as, 40-es csajról van szó. Csodálom, mert beleívódott a magyar közvéleménybe. A magyarban igen. De a lengyelben is, megmondom miért. Mert amikor nálunk volt valami, akkor mindig azt mondták, hogy na, mikor érkezik meg Varsóba a Budapesti. A Budapesti Gyors, ezt igen. Ők is is ők? Hát ők használták ezt a kifejezést, én tőlük hallottam. Innen jött az ötlet, hogy beszélgessünk egy valóban hozzáértő emberrel, hogy mi az, amit le lehetne másolni, mi az, amit nem jól tud a magyar ellenzék, de a lengyel ellenzék megcsinált, milyen kampányt folytattak, egyáltalán hogy sikerült ezt nekik megoldaniuk. Én röviden, ha 3 adatot mondanék, és aztán majd kijavítasz, meg segítesz nekünk. Én annyit tudok az egész lengyel helyzetről, hogy a Kaczynszkijék ugyanazon az úton indultak el, mint az Orbánék 2010 után, tehát elkezdték átalakítani a lengyel közjogi rendszert, a bíróságokat is, például a bíróságok bedarálását az annyira erős volt, hogy az unió amiatt vonja vissza, vagy amiatt stoppolta a közös uniós pénzeket, többek között, egy másik ügy miatt is, de ez az egyik legfőbb. Tehát, hogy hasonló módon elkezdték átalakítani a saját államszervezetüket, és ezért volt egy kiemelten fontos választás a lengyeleknek. Tehát a mezei magyar közvélemény körülbelül ennyit tud a lengyel helyzetről, és erre vagyunk kíváncsiak, hogy hát hogy nézett ki a lengyel politikai paletta? Volt a Kaczynszki-féle párt, ez akkor ezt rögtön el is mondanám. Sőt, az egész választás, hogy ez ott, igen, erre gondoltam én is, hogy kezdjünk, vagy az elején beszéljünk arról, hogy milyen pártok vannak. Milyen pártok jutottak be a parlamentbe, mert nagyon sok párt van. Több, mint a mostani magyarországi jelezik nincs pártok. Nincs jelentőség. De hogy az is elaprózódott. Csak egy példa rá. Kevés volt a parlamenti képviselője, a jogi és igazságosságnak, aztán majd egy nyelven mondjuk, hogy PISZ vagy Kaczynszki párt, ahogy jól esik, úgy mondjuk beszélünk róla, mert millió egy elnevezése van. A lényeg az, hogy a lengyel parlamentnek van 460 képviselője. 231-nek kell lenni, hogy törvényt lehessen alkotni.
az utóbbi időben már nehezen tudtak törvényt alkotni. Ők maguk is. A kormánypárt nehezen tudott, egyszerűen nem volt ki. Beteg volt az egyik, azért 231 embert összecsődíteni, akkor, amikor majdnem 50-50 az arány, az igencsak nehéz. Na most, hogy miért mondom ezt az egész történetet el, hogy annyira kevés volt, hogy inkább a saját frakciójukból kiraktak néhány embert, hogy azok alapítsanak egy pártot, és még pár embert hozzájuk szerveztek. Ez lett a republikánus párt. Ha Lengyelországban valaki ismeri azt, hogy republikánus párt, akármi legyek, vagy hogy hallok róla. Mert annyira érdektelen, jelentéktelen, hogy milyen párt van, itt vannak szegény zöldek, hát akkor gyorsan még rájuk is veszem. Na, szegény zöldek. Hát szegény zöldek, mert nem felismerhetők. Aha. Tehát, hogyha azt mondom, hogy beszéljünk a zöldek pártáról, én bizony nem tudok semmit sem mondani, de egy lengyel szintén keveset tud mondani, ugyanis nem mérhető az a százalék, amit ők elérnek. Tehát 0,0-val kell kezdeni, aztán valahol valami század bejön a buliba. Akkor kik a nagyok? Akik bejutottak a parlamentbe. És ők kicsodák? Kormány. Na most, akkor még egy mondat előtte, és talán már tényleg rátérek. Lengyelország esetében nem lehet pártokról beszélni, főleg most a választás után. Mindenhol tömörülés van, koalíció van. Tehát van egy központi párt, ez a kormánypárt oldalán természetesen, a Jog és Igazságosság, van egy Szolidáris Lengyelország nevű párt, és van a republikánus párt, mondom, aminek se ígyesek. Ez a kreálmány. Ez a kreálmány. Uh-huh. Na most csak azért azt akarták, hogy még nagyobb elefánt látszódjon az egérkék mellett, de ezek az egérkék azért tömegesen sok-sok-sok kis egér, azért mégiscsak legyőzte őket. Mindegyiken a jellemzőt mondom el. Tehát a Jog és Igazságosság pártja a szatellit pártokkal együtt. Milyen ez a párt? Én szélsőséges jobboldali pártnak mondom, nacionalista, ez a szélsőséges jelző inkább a választás hevében ragasztható rájuk. Nem hasonlítom az Orbán féle Fideszhez, de vannak közös jellemvonásaik. És ebben tulajdonképpen a kormánypártot, vagyis azt a pártot, amely a legtöbb szavazatot szedte össze a választáson, most azt kivégeztük, ha nem is szó szerint, mindent elmondtunk róla. A következő, a nagy párt, jönnek az ellenzéki pártok. Ez a polgári platform köré csoportosult kisebb pártok. Ezt a Donald Tusk vezeti. Ha vele kapcsolatban majd kérdések lesznek, akkor arra minden, most csak szigorúan. Annyit azért mondjuk el a hallgatóinknak, hogy ő volt az Európai Bizottságnak az elnöke, korábban volt, azt hiszem, lengyel miniszterelnök. 2007-től 2014-ig miniszterelnök volt. Igen, tehát ő volt is miniszterelnök. Akkor ment ki Brüsszelbe. Először volt az Európai Bizottságnak az elnöke, majd az Európai Néppárt elnöke, és mivel megszánta a sajátjait, véreit, azt mondta, hogy gatyábarázom a lengyel ellenzéket. És visszament. És visszament, és tényleg gatyábarázta, mert 3 év alatt sikerült neki kb. 300%-ot növelni a párton. És az eredmény itt van. Uh-huh. Mert utálok egy ember nyakába varni mindent, akár jót, akár rosszat. De ez tényleg döntő mértékben az ő érdeme. Tehát nyilvánvalóan itt van egy karizmatikus vezető. Tusk nem népszerű Lengyelországban. Sem a saját vonalán, se az ellenzék vonalán, se a kormánypárti vonalon. Viszont olyan nemzetközi híre van, olyan elismertsége, hogy egyszerűen Magyarországon nincsen hozzá hasonlítható politikus. Hiszen kormány oldalon nincs sokak által szeretett ember, és főleg nemzetközileg, a mi ellenzéki oldalunkon, már úgy értem a magyar ellenzéki oldalon, pedig hát meg se közelíti senki se Donald Tuskot. Az ellenzék másik két pártja, összesen 4 volt, de most már csak 3 van, mert tömörülés lett belőle. Volt egy olyan párt, ami egy történelmi párt, több mint 20 éves múlttal, ez a paraszt párt, a másik pedig egy frissen alakult párt, nagyon érdekes a alapítója és a jelenlegi vezetője, aki a lengyel parlament elnöki tisztét szerezte most meg, ő a házelnök jelen pillanatban. Ezt a pártot úgy hívják, hogy Polska 2050, Lengyelország 2050. Ha jól tudom, az történt, hogy az ellenzéki pártok először egymásra bizonyos platformokat hoztak, vagy tömböket hoztak létre. Jó, akkor másképp. És akkor a tömbök utána egymással kezdtek el kooperálni. Van egy kormánypárt. Van 3 ellenzéki tömörülés. Igen. Az a polgári platform körüli polgári koalíció néven futott. Van a másik ellenzéki tömörülés, ez a 3. útnevezetű ellenzéki tömörülés, 2 párból ez év áprilisában született, ez a parasztpárt,
vagy nemzeti párt, néppárt, és a Polska 2050. Ez a két párt alkotta meg a harmadik útnevezetű tömörülést. És a harmadik ellenzéki tömörülés a baloldal. Most már ez úgy az a neve, hogy új baloldal. Hmm. Ez is több pártból áll, három pártból. Ki fogjuk kérdezni a hallgatókat, hogy sorolják fel a lengyel pártokat. Mondom másképp. Polgári platform, harmadik út és az új baloldal. Ezek a demokratikus ellenzéki pártok. Amit most fogok mondani, azt viszont a kedves hallgatók meg fogják jegyezni. Nevezetesen azt, hogy van egy negyedik, az is ellenzéki párt, csak a demokráciától igen távol esik. Én sehol még ezt a megfogalmazást nem olvastam, nem hallottam, de fasiszta párt. De én valahol már olvastam, ezt leírva. Ezt senki nem akar, a lengyelek se használják. Ugyanis. Mi a hivatalos nevük? Konföderáció. Konföderáció. Okay. Konföderáció. Én kérdezek akkor egy aprót, minek lehet nevezni azt a pártot, amelynek az elnöke a következőt jelmondatot adta ki, úgyis az elnököt Mentzennek hívják, lényegtelen, és úgyis hívják ezt a programot, hogy Mentzen 5-ös, azt követeli. Zsidómentes, melegmentes, abortuszmentes, adómentes és uniómentes uniót szeretnék. Na most ez mi, ha nem fasiszta? Ez így nyíltan kimondja? Ez a program, amit meghirdetett. Az igen. Tehát ezek után azt mondani, hogy ez nem fasiszta, hanem erősen szélsőséges, vagy bármit meg lehet mondani. Egyébként Kaczyńskék velük szóba álltak, vagy a kampány során nem? Tehát, hogy zártak a lengyel politikai elit, igen, vagy sem? Ahogy előbb mondtam, Kaczyńskéknak az a bizonyos 231 voks nagyon-nagyon szűken volt meg. Valamit kellett tenniük, amire ezt az egész kampányt folytatták. Rengeteg ellenségük volt, rengeteg olyan ballépést követtek el a több mint másfél évig tartó kampány során, amely nagyon sok embert távol tartott tőlük a választásokon is, amint a mellékelt ábra, vagyis az ábra mutatta, hogy végül hiába érték el a legtöbb szavazatot, nem ők a győztesei a választásnak. Én nem tudom megbocsájtani nekik, de azt hiszem, hogy sokan vannak, hogy amikor együttműködő partnert kerestek, akkor egyre gondoltak a konföderációra. És miért? Tavaly nyáron a számokat nem kell megjegyezni semmi, csak a tendenciát. Tavaly nyáron ennek a konföderációnak hát olyan volt a helyzet, hogy küszködött az 5%-os parlamenti küszöbbel. Év végére, ki tudja miért, fölmentek 10-11%-ra. Idén nyáron 17%-uk volt. És a választáson mennyi? És taktunk? Amit szintén nem lehet tudni, hogy miért, a választáson 7-16 volt a pontos eredményük. Tehát most akkor elmondjuk szépen, hogy a jog és igazságosságnak volt 35%-a, csak kerek számokat mondunk. Ugye 50 plusz 1 százalék kell, tehát 35, a konföderáció 7, az 42. De ezt szerintem az EU-ban nem lehetett volna eladni, hogy ők koalíció. Hát, ki az, aki Kaczyńskékkal akár a hazai ellenzéki vonalon, vagy a nemzetközi vonalon szóba áll egy ilyen párttal? Hát igen, ez tehát kell. Egy olyan párttal, amely hajlandó társának csak azért, hogy a hatalmat megszerezzék. Igen. Az nagyon jó, hogy átbeszéltük, vagy áttekintjük, hogy milyen pártok vannak, és nagyjából az azért lehet tudni Magyarországon, hogy milyen eredmény született, tehát ugyan a Kaczyńskék megnyerték, de nem tudnak kormányt alakítani. 37 mandátum az iszonyatosan sok. Annyi hiányzik nekik ahhoz, hogy törvényt tudjanak alkotni, vagyis kormányképes társaságot tudjanak összehozni. Hogy oldotta meg az ellenzék azt a helyzetet, hogy tehát azt megértettük, hogy a rengeteg pártból lett néhány tömb. Magyarországról élünk, mi itt azt ismerjük, hogy vagy hónapokig, évekig tárgyalgatnak egymással, vagy elkezdik ledarálni egymás, lásd Botka, aki bejelentkezik megreformálni itt az ellenzéki térfelet, vagy előválasztást tartanak a Magyarország ellenzéki pártok. Tehát hogy oldotta meg ugyanezt a problémát a lengyel ellenzéki közösség? Nagyon egyszerű a dolog. Hogy lett Donald Tusk maga a... Nagyon egyszerű. Visszament Lengyelországba, Brüsszelből, és azt mondta, hogy írja a Csett, 2-3, én vagyok az ellenzék vezetője, ezért nem népszerű. Tehát ő hazament, és tűnés, majd én. Annyira nem népszerű, hogy van egy varsói főpolgármester. Ugyanabból a pártból, a polgári platformból. Tusk közel 67 éves, ez a főpolgármester Varsóban, 51 éves. Lengyelországban, ha érdekel benneteket, akkor tudunk erről még néhány szót majd váltani, közéleménykutatások folyamatosan. Van 10-12 viszonylag megbízható közéleménykutató. Ezek egyfajtában gyártják a közéleménykutatást. Nem úgy van, mint nálunk, hogy mindegyik közéleménykutató cég egy párthoz kapcsolódik nagyjából? Nem. Ezek megbízhatók,
van egy olyan, amelyik azt fogja kihozni, hogy az ellenzék, már volt egy olyan, hogy kétharmaddal nyert. És volt egy olyan, hogy már tavaly előtti választás, vagy a jövő következő választásokat is megnyerte a kormánypárt a PISZ. Tehát ez a kettőt, ezt kiraktuk, vegyük a többit, azt a 10-12-t, amelyek megállás nélkül gyártják a között. Ki a legnépszerűbb politikus, ki a legnépszerűbb polgármester, mit szeretnének a lengyelek, kivel álljunk össze, kivel mi áll, szóval mindenre rákérdeznek. És ugye a közvéleménykutatás rendszeresen foglalkozik avval, hogy ki a legnépszerűbb politikus Lengyelországban. És nem a Tusk, hanem ez a bizonyos. Ez a bizonyos, de ez az egész országot, tehát nem a Duda az ország első embere, vagy Kaczynszki, akinek Lengyelországon van mensója, vagy a Morawiecki a lengyel miniszterelnök, nem. Első magasan. Ez a főpolgármester, aztán valahol a Duda, Tusk, mert ott az 5.-6. helyen van. Tehát abszolút nem népszerű. Annyira karizmatikus politikával lenyomta a többi, és azt mondta, hogy vagy csatlakoztok hozzám, vagy... Nem voltam a helyszínen, jó, de ahogy én, ahogy én kivettem, amikor ezt először elmondta, a többiek azt mondták, hogy és így maradtak. Tehát nem kaptak levegőt. Nem kaptak levegőt, mert olyan határ, hát meg akkora nemzetközi tekintélye van ennek az embernek. Őt nem kirúgták Brüsszelből, hanem egy olyan magas posztról jött haza, ami egy normális ésszel föl sem fogható. De hogy miről van tulajdonképpen szó, ez megint csak a sok mellébeszélés volt. Lengyelországban nincs kétharmad. Tehát nem lehet az, hogy én fölkelek reggel 8-kor és 9-kor, már beadom a, hát nem 9-kor, de mondjuk 10-11-kor, beadom és éjjel meg megszavaztatom. Igazából úgy van a magyar, hogy 10-11-kor küldik körbe, és reggel 8-kor megszavazták. Itthon ez így van. Tehát ez a bizonyos kétharmados gőzhenger, ez nem tudnak mit csinálni. Hát millió egy dolog van, amit nem tudnak megvalósítani. Ez nem is volt soha kétharmadunk? Akkor nem sikerült teljesen átalakítani a lengyel. Nem. Hát pontosan ez az, amit én mondok, hogy Magyarországon, ha idejött volna a lengyel ellenzék, nem tudott volna nyerni. Hogy miért? Azért, mert ott nincs szükség előválasztásra. Mert elég nekik, hogy amikor készülnek, abban egy forduló van ott is csak. Viszont a választás után, ha a számok azt mondják, hogy megéri, akkor összeállnak, mint ahogy most is történt. Hát 50, mennyi lett nekik? Azt hiszem 54%-uk. Akkor az egyéniknek nincs ez a kiemelt szerepe, mint Magyarországon? Nincs. Nem kezdek el magyarázni. Nagyon bonyolult. Az a bizonyos rendszer, hogy az erősebb viszi az egészet, vagy az, hát, ami a maradék szavazatokat, az ott is megvan, de lényegében az még nem adja a biztos győzelmet. És egyet ne felejtsünk el, ami szintén nagyon fontos, Lengyelországban soha nem volt, még a rendszerváltásnál se, azután is volt egy népszavazás, és nem volt ekkora, majdnem 75%, 74 valamennyi volt a részvétel. Magas volt a részvétel. Tehát ez több, mint a 21 millió szavazóval Lengyelországban, el lehet képzelni, hogy ez milyen nagy számot jelentett, és éppen ezért nem volt esélye a kormánypártnak, mert úgy megutáltatta magát, belemeltünk részletekbe, mert van egy-két olyan dolog, amit érdemes meghallgatni és megszívlelni. Én azért láttam azt a híradó részletet, vagy mit, amikor így a választás után a bemondó mondta, hogy hát itt hazudtunk folyamatosan. Ja, hát, igen. Ahogy a közmédiát tudját alakították. Nem alakították. Összorgalomból? Nem, a saját jövője szempontjából. A mai napig, tehát a közmédia ugyanazt a szerepet játszotta, és játsza még mindig a mai napig, mint Magyarországon. Nem fogsz bemenni, bemész, meglátod, mi lesz vele. Tehát hülyét csinálnak, megzavarják, a díszletet összetörik, a világítást leoltják. Tehát amikor valamit akar mondani egy ellenzéki képviselő, mert szökő években azért beengednek egyet, tehát kettőt, de tulajdonképpen nem tudja elmondani senki se ott. Egy mondat a média helyzet. Ott is kormánytúlsúly van, mert létezik a Kesmához hasonló Borská Press. Egyszerűen a lengyel parlamenti képviselők, ellenzékiek nem tudnak. Nem tudnak labdába rúgni, Nem tudnak labdába rúgni, de mindjárt folytatom, mert itt van egy nagyon érdekes dolog, amiről szintén itthon nem tudnak. Hogy mi történt? Ha van egy nagy balhé, már pedig volt vízumbotrány, és akkor azt mondta, ugyanis ott a parlamentnek két háza van. Van egy alsó és egy felső ház. Az alsó ház a Szejm, felső ház a Szenátus. A Szenátusban eddig is ellenzéki túlsúly volt ellenzéki vezetővel. És azt mondta a Szenátus vezetője, hogy na, akkor most megmutatom nektek, ugyanis ő a harmadik közjogi méltóság, ami azt jelenti, hogy bármikor bemehet a köztévébe.
bármikor bemehet, annyit beszélhet, amennyit akar. És addig szigorúan letagadta a telje, Kaczyńskivel az élen mindenki letagadta, hogy itt volt egy vízumbotrány világméretű, és akkor azt mondta az illető, hogy ő bemegy a tévébe. És szépen bement, nem tudom mennyi ideig, de mindent elmondott. A nagyságára ennek a botrányra kirúgták a külügyminiszter helyettest egy napon belül, aki másnap öngyilkos lett. Tehát azért nem lesz valaki csak úgy öngyilkos, hogyha ott... Akkor három mondatban foglaljuk össze, most már én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi ez a vízumbotrány, ki kapott vízumot, akinek nem kellett volna? Rutinos kérdés, igen. Több százezeren Afrikából, Ázsiából, ők ugyanúgy harcolnak, mint a magyarok a migránsok ellen, és ugyanakkor a... Kell a munkaerő, de ők Fehér Oroszország irányából jönnek be, vagy külön jönnek be, vagy Minszk irányba... A migránsok Fehér Oroszország. Persze, abban az átszállással jött. Hogy átszállással? De ezeknek nem volt érdekes, mert mehettek máshova is lényegében. Aha. Be kellett ugyan lépniük valóban Lengyelország területére, de volt, aki Amerikába ment. Egy Bollywood nevű társaság, filmesek, Indiából. Tehát, hogy akkor több százezer ember kapott ilyen vízumot? Több százezer, nem, 2016-tól ment ez a műsor. Igen. Sok pénzért árultak vízumot, és utána... Sok pénzért árulták, egy vízum belekerül 40-50-be, 40-50 mi? Dollár. 5000 dollár. 40-50 ezer dollár. 40-50 dollár egy vízum. Ők eladták. Igen. 100-szoros szorzóval. Oké. Okay. De ez az érdekes, hogy ez állami szinten ment. Hogy mennyi ment a saját zsebükre az egyes konzulátusukon, azt nem lehet tudni. Ha. De az, hogy az államkasszába ment, mert folyamatosan ment ki az üzenet. Hivatalos üzenetek a konzulátusra. Fokozni a mennyiséget, mert szükségem van, nem kapják Brüsszelből a pénzt. Az államkasszának szüksége van pénzre. És ezek és nyomták, és világos, hogy olyan személyeknek adták, akik telefonon elmondták, hogy XY, lakhely, anyja neve, stb., azok kapták meg. Tehát óriási sorok voltak, de hát nem azok kaptak, akik sorok alattak. És akkor több százezer ember kapott lengyel vízumot? Lengyel vízumot, amivel megkapta, hogy az EU területére lépett, és onnantól kezdve... És erre mondta Kaczyński, hogy itt nincsen az égett a világon. Semmilyen botrány, még botrányocska sincs. Tehát sincs semmi gond. És akkor bement a parlament, a felsőházi elnök, és elmondta, hogy van botrány. És ez a botrány. És kihasználta azt, hogy ő a harmadik közjogi méltósa. És akkor a külügyminiszter helyettes lemondott majd. Nem, kirúgták. Kirúgták. Nem csak ő, sok mindenki. Igen, igen, de ezt akartam kérdezni. Ő vitt el a balhét. Öngyilkos lett. Öngyilkos lett, nem halt meg. Nem halt meg. Hát van olyan. Hát vigyázott. Oké. Ügyesen csinálta, hát lehet a karját vágni. Az eredet föl akarjam. És rajta kívül kibukott még konzulátusokon? Hát persze, a konzulátusokon azért csak a neveket kiderítették, hogy kik voltak, de a minisztériumi főosztályvezetők. Tehát ott akartak rendet csinálni. Aha. A külügyminisztériumban. Tehát előbb felmerült, hogy Lengyelországban is van Kesmához hasonló. Polska Press. Polska Press Group. Polska Press Group. Ők ugyanígy tulajdonképpen nagyon hasonlóan a Kesmához, tulajdonképpen lefedik a vidéki médiát. Vidéki médiát lefedik. Ha nem is az egészet, több száz lapjuk van, több száz lapjuk, heti lap, havilap, internetes forum, televízió, minden. Én a Kesmát igazából revolver médiának hívom, vagy ilyen propaganda revolver médiának, mert hogy Magyarországon ugye nem csak az van, hogy mindent lefed, hanem kipécéznek ügyeket, vagy leginkább politikusokat, vagy legalábbis nem feltétlenül politikusokat, de közügyekbe beleártó, akár magánszemélyeket is. Lásd a gimnáziumi lányokat, akik csúnyán beszélnek egy tüntetésen, és rögtön rájuk száll a propaganda média, vagy hát a revolver média. Ugyanezt a típusú revolverséget is tolja a lengyel Polska Press. Én még életemben ilyet nem láttam, ilyen elhibázott, buta kampányt, mint amit a kormánypárt folytatott, ugyanis a következő volt a kampány. Tusk, 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 Tusk. Szerintem az működik nálunk. Na, de ilyen nem volt. Ott ideig ez nem volt, ez újdonság volt lengyeleknek? Mert ugye Magyarországon ez van. Nem, ott a lengyeleknek újdonság volt, mert tudták, hogy ő az egyetlen. Uh-huh. Ugyanis a Tusk és a Kaczyński 2007-ben már összemérte erejét, akkor lemosta a Tusk a Kaczyńskit. Tusk lett a miniszterelnök, ahogy mondom, 14-ig, utána más a Kaczyński. 15-ben már a Kaczyński vette át a hatalmat. Tehát teljesen rá volt ez az egész kitalálva. Na most azt is kell tudni, és ez nagyon érdekes, hogy ki ennek a Kesmának a vezetője. Az Orlen, Magyarországon is van Orlen kút, benzinkút Orlen. Igen. Már itt is vannak, mint ahogy kint van Molkút.
Tehát. De ez csak igazából csak a neve, mert egy csere volt, tehát hogy valami... az Orle meg a Mol cserét 300 kutat egymással. Én csak azért mondtam, hogy létezik. Igen, igen, abszolút. Ott ez tankolunk, az igen. Résztulajdonos. Már nem tankolunk akkor ott. Igen. Én csak ott tankoltam, amikor kint értem. Okay. Mert a legjobb, nem vita, a legjobb volt, tehát egészen más ott a benzin, mindegy. Na, de akkor még nem ők voltak. A lényeg, résztulajdonos, elnök, vezérigazgató, Obájteknek hívják, és ő ennek a Kesmának is a vezetője. És ami a legérdekesebb, ez a poén az egészben. Pár évvel ezelőtt Kaczynski azt mondta, hogy a következő miniszterelnök Obájtek lesz, akkor még nem volt Kesma. Mert a lengyelek összetehetik a két kezüket, és imába foglalhatják Obájtek nevét, iszonyú mit rakott el az Obájtek. Mint ahogy nálunk. És ő lesz a Lengyelország miniszterelnöke, mert ilyen ember 1000 évben egyszer születik a világon. Tehát ma már nincs sehol sem, mert már lefutott játék, de akkor is ő maradt. A Tesma elnöke, kisebb el kellett adnia Orlen részvényeket, mert nagyon-nagyon disznóügybe belement oroszokkal valamit. És ezt a személyre hányták, de csöbbbe tartották. Jó. Egyébként az állami hírügynökség, mint nálunk, az MT, az ugyanúgy működik, mint nálunk, hogy akkor... a pap, ez volt 100 évvel. Igen. Minden ugyanúgy működik. Oké. Okay. Akkor most egy kérdésig erejéig magamhoz. Nem nyugodtan. Kérdez, válaszolok. Ebben kapcsolatban jutott eszembe, hogy itt tulajdonképpen nekem a Covid óta, mert azóta cuppantam le erre a dologra, azt figyelem, hogy vagy megjelenik valami Lengyelországban, és két napon belül Magyarországon valami újdonság, vagy itt nálunk, és akkor ott. Egy extrém példa. Bezárták, ezt fogalmam nincs, hogy miért, bezárták Lengyelországban a nemzeti parkokat. Másnak Magyarországon is. Másnak. A Covid miatt? A parkot a járvány miatt. Tehát, hogy mint hogyha szoros kapcsolat lenne. Nem, hogy szoros, ha itt, lengyel, mintha egy ugyanaz a száj irányítaná. Aha. De arról volt hír, tehát az meg is jön Magyarországon, hogy mentek ki tanácsadók Orbán köréből a Kaczynszkijék. Ezek a tanácsadók, ezek a, nem a járvány idején voltak, ez most megjelent ez a dolog. Volt, és rá akarják húzni rá a tízes lepet a lengyelek, mert tényleg. Én nem sajnálom őket. Hát én se egyiket, se egyik felett. Oké, és egyébként mit tudunk politikai szinten a magyar-lengyel viszonyról? Tehát mennyire szoros? Mondok egy dátumot. 2015. februárja. Nem volt ne Kaczynszki semmilyen különösebb funkcióba. Orbán Lengyelországban ment egy nemzetközi tanácskozásra, és kérte, hogy fogadja a Kaczynszki. Orbánnak nem sikerült találkozni a Kaczynszkival. Háromszor kérte föl a külügyminisztériumot, a kinti nagykövetséget, és még nem tudom ki. Háromszor utasította vissza Kaczynszki. Azért, mert ez a lényeg. Pár nappal korábban Putyinnál járt Orbán Viktor. És Kaczynszki nem igaz, hogy szerette valaha is Orbánt, tehát kényszer rávitte arra, hogy barátkozzon vele, különben, hát jött persze, Kaczynszki senkivel nem barátkozik, csak a macskájával. Mert nincs senki eset tulajdonképpen, amióta a bátyja, vagy az ikertestvére meghalt. Szóval a lényeg az, hogy ez, hogy lássák, vagy hallják a kedves hallgatók is, hogy tulajdonképpen itt nem szerelem volt a két párt, vagy két vezető között. Egy kényszer együttműködés. Hogy mi van ma? Ez is egy fokozatosan alakult így ki a járvány idején, amikor látszódott, hogy ugyanaz a kéz irányít ott is, meg ugyanaz a kéz vagy száj irányít itt is. Tehát látszott, hogy egy intézkedést bevezette, pár nap múlva ott is ugyan. Ugye mondom, ez egy extrém példa a nemzeti parkok, mert hát miért kell járvány idején nemzeti parkot bezárni? A lényeg az, hogy egészen addig ment ez a dolog, amíg arra jöttek rá a lengyelek, addig jóba voltak, állami szinten, amíg érezték, hogy bejött. Hát meggyőződés, hogy ez a Tusznak az ekézése, ez a kampány ellene, ez is magyar találmány, és ezt vették át. És rájöttek belül, hangosan ki is nyilvánították, ha nem ismernek megmondani semmit se Kaczynszkinak, nem merik kritizálni, nem merik mondani, hogy valamelyik intézkedése nem jó, de azért valahol nyilatkoznak, hogy ez félrement ez a dolog. Na, ekkor... Igen? Ez egy kicsit olyan, mint nálunk, ez, hogy összegyurcsányozni mindent, és akkor ott ugyanezt csinálták. Gyurcsány, Soros, Brüsszel. Igen. Tehát ugyanaz a vonal. De akkor itt kell megkérdeznem. Akkor most kérdeznem. Hogy a lengyel ellenzékehez képest Donald Tusk és az ő kampánycsapata hogy kezelték ezt a helyzetet, milyen kampányt folytattak? Azt látjuk, hogy Magyarországon valahogy nem találja az ellenzék ennek az ellenszerét. Ők mit csináltak? Hogy kampányoltak? Az a szó, hogy szolidaritás, iratik kisbetűvel, meg nagybetűvel.
A 80-as években, mivel még az elején mondtam, hogy bizonyos többen meghaltak. Nem azt mondom, hogy százas nagyságrendben, de több mint 100 ember meghalt a rendkívüli állapot idején. Börtönbe zárták őket, stb. És ott ki is nyírták őket. Na most, a szolidaritás annyira megtalálta, ott akkor voltam kint, tehát pontosan a bőrömön éreztem, amikor a rendőrök verekedtek. Szó szerint a bőrömön éreztem. Tehát egyszerűen a lengyel szolidaritás kisbetűvel az olyan méreteket öltött a 80-as évektől kezdve, ami a mai napig megtalálható. Ha kimegy a tanár, akkor kimegy az orvos. Ha kimegy a bányász, kimegy a gazdálkodó. Tehát egymásnak segítenek, mert volt egy ilyen kérdés, ha jól emlékszem, hogy nagyváros, falu, vidék ellen. Igen. Nem, egymásnak segítenek. Most volt, pár hete volt még a kampány idején, hogy ugye az ukrán gabona. Uh-huh. Igen, a lengyelek is megtiltották a behozatot. Igen, mielőtt még megtiltották volna, kimentek a gazdák traktorjaikkal. Mentek a kamionosok segíteni nekik, eltorlaszolni az utat. Tehát ott mindenki mindig segít valakinek, és hogy milyen ez a szolidaritás. 2017-18, mert ebből ilyen példákból lehet igazán megérteni. Elvették ugyanazt a kis területet az újságíróktól, mint ahogy nem kis, a területet az újságíróktól, ahogy nálunk a parlamentben. Igaz? Uh-huh. Tehát csak itt, tehát lehetett ott itt mozogni, na most ezen az egy kis területen. Ez este 6-kor elhangzott, 4 órán belül Lengyelország nagy ország. Tudjátok, hogy mennyi a legnagyobb távolsága, két legtávolabbi pont. Tehát, hogy el akarok a pontból B pontba menni? Igen, én azért 1500. 1005. Pontos az 1005. 1005. Én ennyit. Na most jó, hát nem ennyit kellett utazni, tehát de 6 órára van kocsival, valamivel kevesebb. Óriási. Tulajdonképpen, amire befejeződött a parlament ülése, 11 felé, addigra annyian érkeztek az ország különböző részeiből, hatalmas egyébként a parlamentos, nagyobb, mint a miénk, mert ott szállodák vannak, meg minden isten számukra. Körbevették és nem engedték ki a parlamenti képviselőket. Kaczynszki szétrejön szemre valami hátsó kijáraton, amit nem vettek észre, hajnali 7-kor, vagy reggel 7-kor tudott távozni. Ez az, hogy csak egy telefon és megyünk. Nem az, hogy amikor már a riporter örül, hogy már 100-an vannak a parlament előtti téren. Hanem ott ezrek, tízezrek jelennek meg, és megint ugrunk tovább, hogy mi okozta ezt a győzelmet az ellenzéknek, hogy ez a bizonyos Tusk, aki ugye hazajött, nem lett népszerű, de mögé álltak, mert tudták, hogy jót csinál, tanult abból a nagygyűlésből, abból a megmozdulásból, ami három évvel ezelőtt volt. A nők, a... Lengyel nők lázadása? Lengyel nők sztrájkja, nők sztrájkja mozgalom, ahol ez hetekig, több hónapig tartott. De volt olyan nap, és ez egy másik kérdésre is választok adni, volt olyan nap, hogy 1 millió ember volt az út. 1 millió ember volt az utcán, az országban, Wroclawban, ami nem főváros. Ott 500 ezeren voltak. Egy nap. Ez valami egészen elképzelhető. Ennek a példájára Tusk kitalálta, hogy egy hónappal, nem, júniusban volt, igen, tehát akkor több hónappal. A választás előtt azt mondta, hogy 500 000 embert várok Varsóba, és több mint 500 000 ember eljött. Leálltak, a metrót le kellett állítani, mert nem tudtak kijönni az emberek, úgy sűrítették a járatokat, és nem tudtak kijönni. De akkor ez nem olyan volt, mint a Rákai Filipféle két a parlamentnél. De. Hát és ez, miután összejött 500 000 ember, 2 héttel a választás előtt azt mondta, hogy na most 1 millió embert várok. És 1 millió emberrel jött. Több mint 1 millió. A Kaczynszki Filip ellentétet játszott, ő 60 000-re tapsálta. Oh. A gyűlés, hogy alul, 1 millió ember tapsolt. Igen, de szegényként. Ugyanis kiment, kikukucskált valószínű valahonnan. Az oldal. Nem tudom, én ott laktam 6 évig abban a házban, ahol volt a gyülekezési pont. Ez egy körforgalom. Aha. Ott tényleg 60 000 ember fér el. És te? Jó, hát de több mint 1 millió volt. Hát akkor azt lehet mondani, hogy egyszerűen nem működnek ezek a technikák a lengyel társadalmon, mint ami technikák működnek a magyar társadalmon. Sajnos úgy néz ki. Mert egyszerűen a társadalmi csoportok egymás segítik. Rettentő módon, és itt még a Kaczynszkire egy fél mondattal visszatérve. Kaczynszki azt mondta, hogy 60 000 ember gyűlt össze a rendőrkapitánytól kapott információ alapján. Országos, a fővárosi rendőrkapitány. Rögtön nyilatkozott a rendőrkapitány, bocsánat, a rendőrség még soha nem adott ki története során semmilyen becsült adatot a tüntetők létszámáról. Kész, puk, ennyi. Hát igen, tehát akkor valószínűleg... És másnap is maradt még rendőrkapitány. Nem.
De long nem, story, bocsánat, long story short. Nem, de nagyon... Igen, de okay. Még egyszer váltottak rendőrkapitányt, ezt is el kell mondanom, mert úgy az igazi. Nők sztrájkja mozgalom. Szóval a lényeg az volt ennek a prűd, tényleg prűd lengyelek, nem sokat káromkodnak, a férfiak se nagyon, a legcsúnyább szót, az, hogy vipjer dalács, az megbaszti valaki. Azt jelenti, vagy baszd meg. De még durvább formában. Tehát ez a himnusznak is a címe, a lengyel nők himnusza, a vipjer dalács. És ezek a, ugye mondanom se kell, hogy a tüntetők, egyik útvonal, az ottani rózsadomb semmi különös területén van Kaczyńskinak egy lerobbant, lepukkadt háza. És ilyen fémkerítés van, és akkor minden egyes ilyen kerítés részre kiraktak egy egyszer vagy kétszer két méteres, nem tudom, betűt. Vipjer, tehát V. Igen. És jó, csak más halangzókat kellett kipakolni. Nem, kirakták az egész. Csak más halangzók használnak. De a lengyelek nem használnak más, csak más halangzókat. Vipjer dalács, ez olyan szép. A lényeg az, hogy a rendőrök álltak. A tömeg mondta, hogy vipjer dalács, és a rendőrök álltak. Valaki betelefonálhatott, vagy a Kaczyńskinek, vagy a rendőrközpontba, hogyha tessék szíves lenni ezt levenni, mert az mégiscsak felháborít, hogy az ország első embere, az így megszégyenítik. Akkor szóltak, hogy a rendőröknek, hogy szedjék le. Egy rendőr, akkor egy videón néztem. Kilépett a társaságból, szép komótosan leszette a B, a következő, és így ment végig, beletelt vagy 10 percbe, amíg egyedül szépen leszette. Hát elég sok mindent elárul egyébként. Lengyel nők lázadása. Igen, engem mint nőt érdekel. Hogy a lengyel nők lázadása. Én erre emlékszem, hogy a Covid alatt, volt ez az egész mozgalom, mert akkor találta ki a lengyel, hát nyilván Kaczyńskék a lengyel szeim, hogy szigorítanak az abortusz törvényen. Emlékeim szerint egyébként aztán végül pár évvel később be is vezették ezt a szigorítást. Nem, azonnal bevezették. Vagy azonnal bevezették. Azonnal bevezették. És hogy ilyen egyöntetűen kívülről látva, ilyen tök egyöntetű volt, hogy a lengyel nők ezt nem akarják, hogy ellene mennek, hogy amikor lezárás volt a COVID időszakában, akkor a lezárásra dacolva mentek tüntetni és megjelentek. Ez ilyen tök unikális volt, hogy mindenki otthon ül Magyarországon, és valahol meg tüntetnek az utcán. Tüntetnek, ott is nagy járvány volt. Ott is nagy járvány volt. És nekem az jutott eszembe, hogy egy ilyen nagyon erős mozgalom, az vajon tudott-e hatni a Donald Tuskra, de erre már válaszolt, hogy igen, tehát hogy a Donald Tuskféle kampányban ez előjött, ahogy... Hagynát, úgy erősítette őket, hát erősek vagyunk, hát egymillióan ott vagyunk. Tehát nem félt, a civil mozgalmak nem félnek a politikai pártoktól? Akkor mondok egy példát. Mert Magyarországon ez van, hogy a magyar civil szféra továbbra sem szeret együtt mozogni az ellenzéki pártokkal. Törjünk vissza a nőkre, meg az abortusz. Ez egy fontos téma, hogy mondjuk el, hogy a lengyeleknél most ez úgy van, hogy gyakorlatilag tilos az abortusz, ha jól tudom, csak abban az esetben lehetséges, amennyiben nem ilyen erőszak, vagy fertőzés, vagy az anyja, vagy a gyermeknek az életveszélye. Papíron. Igen. Ez van, így működik hogy most. Hogy elindult. Papíron. Én úgy tudom, hogy elindult az abortusz turizmus is. Na merre, most papíron. Van tehát papíron, a papír sokat elbír, ezt tudjuk. Megerőszakol valakit a testvére, bizonyítsa be, hogy ez az volt. Hát, vagy be tudja bizonyítani, vagy nem. Nem bizonyította, így járt. Következő. Ja, értem, hogy mit jelent a papírtól. Azt jelenti, hogy lepapírozzák az orvosok, hogy nem ilyen erőszakol. Nem, az orvosok be vannak tojva, félnek. Nem mernek semmit se csinálni. Mai napig nem azt mondom, hogy ne. Hetente azért egy nő meghal Lengyelországban. Megveri az ura. De megveri az ura. Nem tudom. Miért? Nem mernek közbeavatkozni. Gyakran fordul elő, hogy valami, tehát vetél az asszony. Rendellenesség. Rendellenesség van, beviszik a kórházba, megállapítják, hogy hát igen, a gyerek már lényegében nem él, de a szívhang hallgató. Na most ez a szívhang... És nem végzik el az abortuszt? Nem. És nincs az a hatalom, hogy elvégezze egy orvos ezt az abortuszt. És ott halnak meg sorba a nők. Mióta van ez a törvény? 3 éve. Nincs jelen. Három éve. Hát amikor mire jött ez a sztrájk? Télen volt decemberben, kegyetlen hideg volt, kint voltak az utcán, maszkban, de hogy milyenek, hogy mennyire nem félnek. Hát a szolidaritás idején a rendkívületen megtanulták, hogy itt nincs félelem. Nem lehet
megijedni, nem lehet félni, ki kell menni az utcára, és akár a rendőrökkel is össze balhézni. És egyébként itt most mit csinálnak a lengyel nők? Még, tehát nyilván, még, tehát hogyha szeretnének abortuszt, akkor hova menek csehekhez? Mert ott nyugi van? Mert... Régebben, hogy a Dániában, hajóval átmegyünk oda, igen. Csehekhez is, mennek. Németekhez is gondolom. Persze, a németek is fogadják őket, persze, de nem ez a... Hát ez magán kórház, erre van rá. Megoldják, nem kis pénzért, sokba kerül, igen. De hát hogyha élni akarnak, akkor kénytelenek. De nem is ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy kik vannak ott ezen a tüntetésen. Nem egy millió nő, ugyanannyi férfi ott volt. Fiatal, idősebb, nagyon idős, és nő is. Megalakult, nem szakszervezet, nem párt, bár a párt felé törekednek, nagymamák pártja. Most ez nevetségesen hangzik, hogy a nagymamák elmennek. Igen, elmennek, és pontosan a nagymamák pártjának vezetőjét, egy Kása Kati nénit, úgy megvertek a rendőrök, mert most a más a rendőrkapitány, úgy megvertek, hogy eltörött a karja. Az, hogy milyen a köztévé? A köztévé egyik munkatársa egy BMW-vel úgy belehajtott a tömegben, mint annak a rendje. A tüntető tömegben. Jézus! És... Jöttek a konföderációsok. Ki van írva, hogy Vipier Dallács vagy ne legyen abortusz, mert abortusz pártja. Dobálják be a molotov koktélokat a földszinti ablakon. Főútvonalakon, mert ott mentek, mindig ott mennek ezek a tüntetések. Ez a konföderáció. Tehát fiatal férfiak, idős férfiak, mindenki ott van, és közösen. Emellett vannak olyan civil mozgalmak, akik ezeket az ügyeket a zászlajukra veszik, és akkor viszik. Tehát vagy pedig minden ügynek van egy külön ilyen pártja, vagy mozgalma, aki vezeti, nem, vagy van? A pártok nem, tehát a civil mozgalmak annyira erősek, hogy... De nem is merül fel az, hogy párttámogatás vagy valami. Aki akar, megy. Nem ez az érdekes. Hát a szolidaritás, vagy minek, a pisztagnak is van felesége, meg várja a gyereket. Nem tudjuk a számokat, nem is lehet tudni. De ugyanúgy ott vannak. Nem mernek nyilatkozni. Magyarországon 2010, emlékeim szerint 17 környékén volt, amikor az Orbánék a civil szektornak mentek neki, tehát a Norvég civil alapnak és az ezeknek által támogatott magyarországi szervezeteknek volt itt házkutatás, lefoglalás. Igen, emlékszem, akkor volt a lengyelek is. Ugye a lengyeleknél, lengyelek viszont ezek szerint, ha jól értem, nem mentek neki ennyire a civil szervezetnek, ezért tudtak erősek maradni, nem törték le a civil szervezetet. Nem lehet letörni. De az emberek miatt, tehát a benne lévő emberek miatt. A benne lévő emberek miatt nem lehet letörni. És itt nem merül föl az, hogy te ez a párt, vagy te az a gyere. Hát nem jobb érzés ott lenni x ezeren, mint százan vagy tizen tolonganak egy rendezvény. A választásnak a végkimenetel úgyis az lesz, hogy valószínűleg megfordul a... Én az első perc azt mondom, hogy várjon. Majd amikor kinevezi a Tuskot, akkor hiszem el. Az elmúlt rendszer alatt, tehát a Kaczyńskiek alatt, mennyi változott a lengyeleknek a külpolitikája, a szomszédos országokhoz való viszonya, tudta ezt befolyásolni, illetve ott is megvan azért, mert azt azért itt is tudjuk, hogy a lengyelek rettenetesen orosz ellenesek. De félnek, történelmi sérelmeket hurcolnak, fájdalmakat. Hát mi is hurcolunk, ezt látod. Mi is hurcolunk, de mi nem férünk annyira. Neki kétszer ment el az ország függetlensége, például 123 éve. Nem volt lengyel állam. Hogy mi volt akkor a külpolitikája a Kaczyńskiéknek az utóbbi időkben? És azt, mert ugye azt tudjuk, hogy a magyar rendszerben az a V4 lassan széthullik, igazából nem találja a magyar külpolitika a hangot a környező országokkal, csak az Európa, az unión kívüli fél diktatórikus, fél nem diktatórikus rendszerekkel. Hogy Lengyelországban is megvan ez, meg volt ez, vagy nincs meg, vagy hogy volt ez? A lengyel külpolitikát alapvetően az orosz ellenesség, és nagyon finoman fogalmaztam, visszafogottan. Tehát mondjuk azt, hogy genetikusan orosz ellenesek a lengyelek, ami érthető is. És hát minden, amit tesznek, az megmagyarázható. Na most valamit azért fel kellett mutatni a térképen, mert az ukránokat se kedvelték annyira. De amikor azt mondták... Ukránokkal is háborúztak 2018-19-20-ban. Már az Zelenszky, amikor ott járt a Duda, akkor már bocsánatot is kért azért az ukrán végrendezésért. Igen, tehát ott azért nekik is vannak komoly... Persze, de... Ha van egy orosz ellenesség, akkor kell a másik oldalon lennie egy ukrán szeretetnek. Körülbelül
6-8 millió ukránt fogadtak a lengyelek, és nem akármilyen módon. Ebből a 6-8 millióból nem lehet pontosan tudni, mert nem teljesen megbízhatók ezek az adatok, de a tólig az biztos, ebből mintegy 1,5 millió ukrán telepedett le. Ezek az ukránok mindent megkaptak. A határon a háború napján már egységeket állítottak föl, ahol fogadták az ukránokat ennivalót, szállást, biztos orvosi ellátást, ha kellett, biztosítottak neki. Pillanatokon belül vonatokat, kis speciális vonatokat, buszokat küldtek ki Ukrajnába a sebesültek hazaszállítására, a speciális kezelésére. Pillanatokon belül adószámot kaptak, ami azt jelenti, hogy munkába állhattak. Igyekeztek minél előbb megfelelő lakáskörülményeket biztosítani számukra. Aztán, hogy ezek folyamatosan mentek más cél felé, az rendben van, mentek. A lengyelek tulajdonképpen örültek is neki, holott nem csak az állam segített, hanem vagyis nem csak a hétköznapi ember, hanem az állam is. Iszonyú sok pénzt kaptak ezek a lengyelek. Például, amikor beértek, akkor kaptak egy, nem azt mondom, hogy komoly összeget, de egy olyan összeget, amivel egy ideig el lehetett ott élni. És nem látok párhuzamot felfedezni Magyarország és Lengyelország között. Mintha én sem látnék. De az emberek között sem, még ezt hagyd mondjam el, az embereket, akik hihetetlen befogadtak 8-10 csalú tagú családokat is. És most ott tartanak, hogy hát kicsit elegük van a hétköznapi embereknek. Röhely, hogy női témát mondjak, olyan sorállások vannak a kozmetikusnál, hogy az elképzelhetetlen, mert ilyet nem ismertek abban, nem tudom, hogy az ukránok nem ismerték ezt, de úgy látszik mások a feltételek a kozmetikusoknál, mint ami náluk voltak. Meg azért ott is van szegénység Lengyelországban, vannak, hogy az ukránok előnyösebb helyzetben vannak, akik a háború idején oda mentek. Tehát nem azt mondom, hogy bárkit is elzavarnának, vagy elküldenének, de a lelkesedés már nincs meg a hétköznapi ember. Onnan indultunk, hogy neked az volt a kérdésed, hogy a lengyel külpolitika az miben más? Nem ellenségeket keresnek, hát nem rúgnak bele. Nekik ez bizisten nehezükre esett, hogy a magyarokat támogatták időnként. Tehát ugye az Unióban ők a nemeket általában kimondták. Ugye a miniszterelnök irányítja a külpolitikát is. És tulajdonképpen az ő szavait, annak ellen, hogy az egész országot a pártelnök Kaczynski one-man show keretében irányítja, ez egyértelmű dolog, de a Morawiecki először azt mondta tavaly nyáron, amikor már össze voltunk kicsit balhézva, hogy hát nézzük meg még egyszer, hogy nem lehetne a magyarokkal visszaállítani, mégis hát ez a visegrádi négyek, próbáljuk meg még egyszer úgy felvenni a kapcsolatot, hogy abból valami kijöjjön. Idén már nem ezt mondta. Elég volt. Elég volt. Nem tudjuk megállni, nem álljuk meg, és nem fogjuk megkapni. Nem ezért, mert nem ezért nem kapják meg. Ezt még elmondanám, hogy miért nem kapják meg a... Na miért nem kapják meg a lengyelek az uniós pénzeket? Most én nem dicsekvésből mondom, tavaly nyáron, nem, tavaly februárjában készült velem egy órás interjú. És én azt mondtam, hogy a lengyelek nem kapják meg, de ugyanúgy mi se fogjuk megkapni. A következő történt Lengyelországban. Ugye a jogállamiság. Eltávolították az összes bírót, akik nem álltak be a sorba és nem támogatták Kaczynszkit. Sok volt belőlük. Von der Leyen asszony személyesen ment Varsóba, Morawieckivel tárgyalni, hogy legyen. Ő megígérte, hogy ez van, rendben van, írásba is adta. Az uniónak megvolt a maga kérése. A fegyelmi törvény, amit a bíróságok, a bírók ellen alkalmaznak, a fegyelmi bizottságot eltörölni a földszínéről, és visszavenni a bírókat. Lengyelek bejelentették, Morawiecki átadta a dokumentumot, fegyelmi bizottság nincs, persze nem volt, mert lett egy másik bizottságot ugyanabban a feladatkörrel, majdnem ugyanabban a feladatkörrel, és a bírókat pedig visszavettük, mondja. Visszavették a következő módon, ez kiderült egy olyan bírónál, akinek kapcsolatai voltak az Unióval. Valami ott dolgozott, vagy valami hasonló. Megkapta a levelet, hogy örömmel tájékoztatjuk, hogy ettől és ettől az időponttól visszavesszük. Ugyanod, ahol eddig dolgozott, ugyanolyan beosztásba, ugyanaz a szakterülettel, ugyanolyan fizetéssel, kérjük, hogy jelenjen meg ezért és ezen napon munkahelyen. A bíró boldog volt, már nyilatkozott az újságoknak is, hogy nem sokára itt a Kánaán, vagy még jobb, és egy levélke várta a portán, mielőtt belépett volna. Emberek, akik ünnepelték őt, mert tudták, hogy megy virágkoszorúba. Megkapja a levelet, amiben az van, hogy a mai naptól meghatározatlan időre fizetés nélküli szabadságra küldjük. Na most ez eljutott az Unióhoz.
és addig nem fizetnek. És ekkor tudtam én, hogy a magyarok se fognak, mert ezek nem fognak fizetni. Tehát nem én voltam ilyen okos, hanem egyáltalán teljesen világos, hogy nem lehet ezután fizetni. És nézik, ellenőrzik. Tehát ugye arról van szó, hogy a lengyelek az EU-s pénzeket ugyanúgy nem kapják, mint nem. Magyarország. Még rosszabb a helyzet. És ott az az indok, hogy a jogállamiság helyzete a bíróságoknak a működése miatt olyan mértékben sérült, hogy nem biztosította az államnak a demokratikus működését. Ez az indok, amivel visszafogják. Igen. De ami még van, csak egy mondat, fél mondat. Hogy nem, hogy megbüntetik a lengyeleket, hogy nem kapják meg az összegeket, ez 100 milliárd fölött van már. Mert a újjáépítés az 70, azt hiszem az 76 milliárd, és még van valami 30-valahány milliárd, amit nem kapnak meg eurót, hanem naponta 2021. november 4. napi 1 millió euró büntetést fizetnek a lengyelek. Vagyis nem fizetnek, ha majd kifizeti az unió nekik, levonják. Akkor levonják belőle. Hamar el fog fogyni ez a pénz. Hát majd el fog fogyni. Azért ne felejtsük el. Mi volt Tusknak az első lépése, miután kiderült, hogy amikor a hivatalos végeredmény kijött, másnap Brüsszelbe utazott bemutatkozni, amit nem kellett neki. Hogy elvtársak, itt vagyok, mit kell tennünk, a sorrendet minél előbb, ahogy akkor még nem derült ki, hogy a Morawiecki fogja Dudától megint megkapni, ami óriási veszteség Lengyelországnak, dühöngenek is emiatt. Ezt helyezzük egy kicsit kontextusba, mert már szerintem nem fogják érteni, hogy igen. A Morawiecki meg a Duda, és hogy ez miért veszteség. Jó, oké, Tusk kiment Brüsszelbe azért, hogy tárgyaljon arról, hogy mi a legrövidebb útja, hogy megkapja Lengyelország azokat az összegeket, amely, ha betartja a szabályokat, mert erről van szó, akkor jár neki. Igen. Mert csak akkor jár bármi, ha betartják a szabályokat. Duda elnök egy hónapot gondolkodott, hogy kinek adja a vereséggel felérő győzelmet arató eddigi kormánynak, illetve kormányfőnek, vagy a lényeges győzelmet arató ellenzéknek, az ellenzéki koalíciónak. És egy hónapot eltökölt, eljátszadott. Ez jó, nem baj ez, jó így. Ha jó, így jó. Akkor eljátszadott vele, hogy mégiscsak a Morawieckit az eddigi kormányfőt bízta meg, és a szejmülésen, ami pár két hete volt tulajdonképpen, akkor hivatalosan írásban adta át, hogy lemondatta a kormány, mert ez a jogi szabály, le kellett mondani a kormánynak, és átvette, mint a további az ország irányítását ügyvezető kormányként. Tehát most jelen pillanatban a Morawieckék vannak. A Morawiecki az a PiS, tehát hogy a Kaczyński párt. Igen. Jó, jó, csak hogy világos legyen a hallgató. Jó, de ez... Ő is, eddig is ő volt a kormányfő. Persze időhúzás, meg ezek politikai játszmák. De azért alapvetően a köztársasági elnök a legtöbb szavazatot kapott párt elnökét kérte fel arra, hogy alakítson kormányt. Tehát, aki nem tud kormányt alapítani, de ettől még ő a... Tehát ugye ezek ilyen morális kérdések nyilván, tehát hogy az ország ettől nem megy se előre, inkább hátra, ezt de én abszolút értem. De ettől még ez nem egy olyan nagyon szokatlan azért a politikában. Mert egyáltalán nem, ez a lengyel szokásjog is. Igen. Tehát még nem volt másra példa, valóban, na de hát abban az esetben, ha kizárt, mert a számukkal egy darabig lehet bűvészkedni, de ebben az esetben nincs, hát akármit ad, összeszoroz, vagy kivon és eloszt, ebből nem jön ki, hogy a Morawiecki tud. Te mit látsz, hogy merre fog elindulni most a magyar-lengyel viszony? Két része kell mondani, kormányszintű, vagy az emberek közötti. Hát mind a kettőre kíváncsi lenni. Hát persze, hát mondom, engem az, hogy a kormány milyen szinten, hogy ma kivel vagyok jóba, az... Nézzük a kormányt. Milyen most egyébként a megítélésünk a lengyelek, tehát lengyel-magyar barátok? Ami még nem volt a két ország viszonyában olyan rossz. A civilek között, ami az egy dolog, ami fáj. Ja. Mert nemzetek... Tehát a lengyel-magyar barátság az most nem annyira barátság. Hát biztos, hogy létezik, hát miért ne létezne? De hát ha valakit nem láttam, nem voltam ott, csak az ismerőseim mesélik, leköpték őket. Hallják, hogy magyarul beszélnek, segítséget kértek az utcára, hogy mit csinálja. Nem állnak velük szóba. Oh. Tehát egyszerűen olyan durva, sok hülyeséget hallok, amit nem hiszek el, hogy mennyire nem gonoszak az emberek. Engem az államközi, megmondom, azért teljesen hidegen hagy. 16 évet éltem ott rengeteg baráttal, ismerőssel, akik persze tudják, hogy hol állok, melyik oldalon, nekem nincs velük bajom. Yeah. Kormányközi. Annyit kell tudni, hogy ugye
nem nagyon bíznak, a véni teljesen visszaesett. Tavaly, mikor volt nálunk a választás? Áprilisban, ugye? A március 15-i rendezvényen, akkor volt a legnagyobb, ott a műegyetem előtti rakparton. Ki volt a... Donátusz volt. Ki volt vendég, mit mondott? Összefogás, összefogás, összefogás. Csak együtt tudjátok megoldani. Akkor még ő nem, valószínű nem tudta, hogy hiába fognak össze. Egyrészt kevesen vagyunk. Ugye azt mondjuk, mint magyarok, hogy azért nem lehet, mert ilyen törvényünk van. Ami nem, a törvény nem teszi lehetővé az ellenzék győzelmét. Tuskféle ellenzéki pártnak, a legerősebb ellenzéki pártnak hány százaléka volt? 30 egész valamennyi. 30,48. Igen. A magyar demokratikus ellenzék, ha összeadjuk valamennyit, a demokratikusat, van 30 százalék? Szerintem nem nagyon. Nem nagyon. Majd ha lesz 30 százalék, akkor lehet a törvény el, és akkor lehet a Fidesz szidni. Addig. Hm. Az ellenzék, a magyar ellenzék foglalkozzon saját magával. Igen, ez egy bölcs gondolat. Hát annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy 35%-ot kapott körülbelül az ellenzék a 2022-es választáson. Nem, az régen volt. Digi, a kérdésed az volt, hogy mondom, az intézményes... Igen, hogy az intézményes kapcsolatok... Ezért az államközit megbeszéltük, nem, a népek barátságát nem beszéltük, akkor... Nem, még az államközit nem. Az állam. Volt itt. Hát milyen kapcsolata van neki? Hát Orbánnal gondolom. Hát már pedig a két kormányfő. Hát mit várhatunk tőlük? A Tusk és Orbán nem fognak egymás tenyeréből lenni. Nem lehet tudni, hogy mi az a pont, amin egyáltalán szóba tudnak állni. Ők valóban a 2000-es években, 2000 első évtizedében ők viszonylag jóba voltak. Aztán ez a barátság, ez a kapcsolat elmérgesedett. Már sehol nincs, nyoma sincs. Hát most milyen kapcsolat lehet a két ország között, hogyha a vezetők nem azonos hitvallások, hát attól még lehet jó, csak hát... Akkor te is úgy látod, hogy nagyjából a V4-eknek szép lassú haláltusáját éljük meg a nap. Attól függ, hogy ki az ország vezetője. Hát amíg a Kaczynszki, Orbán Viktor és a másik két, a cseh és a szlovák vezető, melyik politikai vonalat? Hát most ugye az új szlovák vezetés megint csak ott van Orbán mellett. Hát, korábban nem volt. Drukkoltunk itt, hogy valami más legyen. De hát amíg különböző nézeteket vallanak, méghozzá nagyon különbözők, addig itt nem lesz. Nincs értelme a viselkedésre, mert nem azonos malomban őrlünk. Tehát akkor az, amit az Orbánék szerettek volna, hogy legyen egy olyan közép-európa együttműködés, ami ellensúlyozni tudja a Benelux államok, meg a hat alapító Európai Uniós államokat itt keletről, ez nem fog megvalósulni. A lengyelek vezetésével ez létrejöhet, csak abban nem lesz benne Magyarország. Én még ezt sem mondom. Én Tuskot ismerve kétszer beszéltem vele perceket, nem sokat, és akkor teljesen más témákról, 2010 előtt. De amit látom, hogy mozog az emberek között, milyen a habitusa, ő nem fogja keresni a konfliktust. Egészen biztos nem fogja keresni. Holott egy nagyon határozott és kemény ember. De Orbánnal biztos nem fogja keresni a konfliktust. És még egy Tuskról. Hihetetlen humor érzéke van, amit Orbán Viktor nem fog megérteni. És nem fog tolerálni. Tehát úgy szól vissza a Kaczynszkinak állandóan, hogy az valami elképesztő. Hát a Kaczynszki... Hát, gyerekjátékos ahhoz képest, amivel a Tusk fölénybe tud kerülni. Azért, mert ő egy csöndes, beteg, öreg, a Tusk már még a 67 éve ellenére egy életvidám ember, és tudja, hogy ott az igazság, és meg is nyerte az országnak a választást. Szerintem elég jól kiveséztük. Áron, te, mint legnagyobb Lengyelország szakértőnk, nézek rád, mert te készültél fel szerintem a legjobban. Itt vannak a kérdések. Van-e még valami, amit téged nagyon izgat? Van még kérdésem, mert az szerintem kimaradt, de lehet, hogy majd utólag így visszavágom a megfelelő helyére. Szóval, hogy ha tudnál némi, akár anekdotikusan mesélni, hogy milyen kampányt csináltak a Tuskék. Tehát azt értettem, hogy a lengyel társadalomban nem ment át ez a fajta ilyen gyűlöletkampány, amit csináltak, és Tuskra hegyezték ki, de ők egyébként Kaczynszkire hegyezték ki, vagy valami pozitív kampány, tehát hogy milyen volt az ő kampányuk, tehát milyen ellenszert találtak az ottani polska pressz támadásai ellen, és egyáltalán... Hát lényegesen... Egy dologra emlékszem, mert azzal én is találkoztam, hogy konkrétan megígérték, hogy a lengyel anyák által folyamatosan évek óta témaként tartott abortusz törvényt meg fogják változtatni. Tehát erre emlékszem, hogy erre ígéretet tettek, és egyébként, hogy nagyon aktuálisak legyünk, aztán múlt héten most el is indult ennek a
törvényhozás előtt a... Tusk még nem kapta meg a kormány megbízást. Én egy magyar cikket olvastam erről, hogy valami elindult. Én mást mondanék a kampányukról. Itt három koalíció van. Ez a három koalíció nem szereti egymást. Még koalíción belül se szeretik egymást. Ha csak azt mondom, hogy ezen az első 500 ezeres tüntetés volt, amit vagy megmozdulás. Tusk, minden, ő hívta meg az embert, mindenkit elhívott. Meghívta annak a harmadik út két pártjának, a Polska 2050-nek és a Parasztpártnak a vezetőit. Akik kéz a kézben elmentek, és amikor felhívták őket a színpadra, hogy hát már mondjatok ti is valamit, mert iszonyú fesztivál volt. Ez a két ember nem ment fel a színpadra. Nyilvánvalóan tüntetett Tusk ellen. Azt mondták utána, amikor megkérdezték az újságírók, azt mondták, azért nem mentünk ki, mert akkora volt a tömeg, hogy nem fértünk a színpadhoz. Ezt megelőzendő az egymilliós tüntetésen két héttel a választás előtt, már nem sem mentek arra a tüntetésre. Itt antagonisztikus ellentétek voltak. És mégse esett egymásnak az ellenzék egy másodpercig sem. Csöndben, a háttérben megbeszéltek mindent. És mivel a választók egyértelműen azt mondták, hogy nekünk az összefogás kell, mert az összefogás az egyetlen, amivel ezt a választást megnyerhetjük. És a 8 éves kormánypárti, Kaczyński-féle kormány uralmát megtörhetjük, nekünk az kell, hogy ezt elérjük. Ahhoz pedig egymás közti nyílt veszekedés nem lehetséges. És akkor mondom a baloldalt. A baloldal csak egy érdekesség. A baloldal egyik pártjának a vezetője egy 44 éves fiatalember, aki a választások után pár nappal megkötötte az esküvőjét meleg. Korábban egy 100 000-es tengerparti város polgármestere volt. És a nem túl liberális lengyel társadalom elfogadta. Azt mondják az egyik város a másiknak, hogy irigylünk téged, hogy neked ő volt a nap polgármestered. Tehát itt egy ilyen irány is ment. Na most a másik irány meg nem annyira szerette a melegeket. Hogy fognak ezek együtt kormányozni? Hát ezt kérdezem én is. Hát ezt el akartam befejezni. Hogy itt valami iszonyatos ellentétek feszülnek, és például van egy baloldali párt, az a neve, hogy Együtt, Razem. Ez a baloldali párt a saját koalíciójával nem bejelentette, hogy ők nem mennek be a kormányba. De most a választás után, amikor ott a pálya előttük nyitott, azt mondták, hogy minden szavazásnál Tuskot fogjuk támogatni. Mindent elfogadunk, de a kormányba nem lépünk be. Mi volt a kormánypárt, a Morawieckinek a lépése? Ma, ez mai dolog. Rögtön ment, és próbálta őket beszervezni, hogy hát, ha mégis mindennel próbálkoznak. Visszatérve még az előző gondolathoz. Tehát egy baloldali párt, egy jobboldali liberális, középjobb liberális párt, valahol meg kell, hogy értsék egymást. És kénytelenek, mert tudják, hogy egymás nélkül nem megy, viszont ez az egyetlen út, és ez egy nagyon érdekes dolog. Mindenki tudta, hogy miben, hol feszülnek az ellentétek, és mégsem rúgták fel az egészet. A választás után jelent meg a Magyar Bálintnak meg egy lengyel szakértőnek, vagy kutatónak egy közös cikke arról, hogy még a magyar rendszer az egy kiépült rendszer, ami már nem leváltható, addig a Kaczyńskék ugyan elkezdték kiépíteni a rendszert, de nem lett kiépülve. Kétharmad hiányában. Kétharmad hiányában, ez most ugye kiderült ebből a mai adásból. És a lengyel, mint hogyha, ahogy hallgatlak, azt érzem, hogy a lengyel társadalom, a lengyel nép azt megérezte, hogy ha most nem állítják meg a Kaczyńskékat, akkor ők ezen az úton tovább fognak menni, mert nincs rajta megállás. Ez általában egyébként ez a természete ezeknek a rendszer átalakító kormányoknak. Mind a két oldal azt mondta, hogy ez történelmi népszavazás. Csak Magyarországon ahhoz vagyunk szokva, hogy 4 évente vannak ezek a... Tehát mindig belelovalja magát az ellenzék, hogy ez most a történelmi. Én ezt hallottam most is, de hallottam 18-ban is. Most hallom először, de mindkét oldal ezt mondta, hogy egyszerűen itt nincs mit tenni, itt el kell menni, megcsinálni, végigvinni a dolgokat, és megcsinálták. Te is kérdezni akarsz tőlünk valamit. Akkor kérdezed, hogy egyáltalán nem kell tudni semmiről, én csak egyáltalán azt akarom megkérdezni, hogy tudtok-e csak egy mondatot ezekről, mert ezek olyan fontos dolgok, amelyeket jó lenne, ha mindenki a Magyarországon tudna, mert helyére tudná rakni a dolgokat. Például a magyar-lengyel barátságról. Az, hogy Boglárcsik. Mond ez a szó nektek valamit? Semmit. Jó. Ez a Boglárcsik, ez annyi, mint Bogláron, Balaton Bogláron élő lengyelek. Lengyel menekültek. Mikor volt ez? Mit tudtok róla? De nem tud róla senki. Tudjátok, hány könyv jelent meg magyarul erről?
kutyához nem jut el. De én valahol egy cikket olvastam szerintem erről régen, és én a második... Még nem hallottál róla a podcastet? Nem. Majd fogsz. Szerintem valamelyik történelmi podcast dolgozza föl, tehát ezt tökre ajánljuk, de nem. De na és mikor menekültek? Második világháború szerintem, és nekem az rémlik, hogy lengyel zsidókat... Semmi köze. Kitört a világháború, németek szeptember 1-én, oroszok szeptember 17-én, harapófogó lengyeleknek menekülni kellett, menekültek, nem Magyarországra akartak maradni, nem Magyarország, mint hogy az ukránok. Akik akartak, mentek tovább, 4-5 évig, vagy inkább 4 évig működött Boglár Lellén ez a menekült tábor, egy kis város lett tulajdonképpen a lengyeleké, nagyon röviden fogom mondani. Mindenki valami családnál lakott, volt templom, ami a lengyeleknek tényleg létszükséglet, ami akkoriban még létszükséglet volt a mindennapokhoz. Volt templom, volt iskola. A második, de függetlenség nem volt, mert Lengyelország, mint állam megszűnt azokban az években. Magyarország volt az egyetlen ország a világon, amely érvényes lengyel érettségét adott ki. Na most gondoljatok bele, hogy itt nem tudom a számot, mert én hallottam már 80 ezerről, 120-ról, 60-ról, nem tudom, hogy mindenki gyerek, mert én nem... Tehát nem több száz gyerekről, vagy több száz emberről, hanem több tízezer emberről. Több tízezerről volt szó. Na most ezek valamilyen úton, módon előbb-utóbb találkoztak a magyarokkal. Magyarokkal találkozni, fiú, lány, házasság, esküvő, a fele kiment Lengyelországba, a másik fele itt él. Ezek között van olyan, akinek például a mamája lengyel volt, magyar volt, egy Tadeusz Olszánszky, azért viselem azt, a nevét, meg az egész embert a szívemben, mert most halt meg, és a legjobb barátom volt. 94 éves volt. A legidősebb 105 éves korában halt meg. Azt hiszem, hogy ők voltak az utolsók, tehát most halt meg az utolsó. Ez a Tadeusz Olszánszky, amit ő fordított magyarból, csúnyán beszélt, susukról, de folyékonyan és nagyon jó. Tehát egy szuper értelmes ember volt. Itt dolgozott tanácsosként, kulturális tanácsosként a nagykövetségen, aztán volt a Lengyel Intézet igazgatója itt Budapesten, de ő sportújságíró volt. Tehát 8 olimpián volt kint, és minden tud a magyar sportról, mindenről. Ő fordította például a Pár utcai fiúkat. Ami 10 kiadást. A jogdíj tulajdonos húgaim nagyon köszönik. Kötelező olvasmány volt Lengyelországban, még 15 évvel ezelőttig. Volt egy együttes Lengyelországban, az volt a nevük, vagy Pál utcai fiú. Magyarországon is van. És Magyarországon is van, egy Pál utcai fiú. Azt tudom, na de igen. Lengyelországban. Ja, jó. Kiadott nem tudom mennyi szakácskönyvet. Jó, ennyi volt a boglárcsikok. Boglárcsik. Boglárcsik. Hát boglárcsik. Az a csik az a képzője, hogy valahova való. Aha, következő kérdés. Smolensk. Tejföl? Nem, hogy mi volt Smolenskben? Valami ilyesmi egyébként, a tejföl. A Smetana. Ó, tényleg, az a zeneszerző a Smetana. Lengyelül Smetana. A szlovákok mert... Ne nézzél rám! Én tudom, hogy itt tudjátok. Én nem tudom. Dehogy is nem. Én tudom, hogy tudod. Csak csúnyán, beugratóan kérdeztem. Én tanár voltam kiskoromban, egy teljes évig. 2010. április 10-én ott zuhant le a repülőgép. Hogy mit tudtok erről? Semmit. Hát annyit, hogy lezuhant, hogy a fél kormány meghalt, és a Likér testvérek között egyik, ezeket is tudjuk. És ma mi van? Nem nyugodtak meg a kedélyek. Nem nyugodtak meg a kedélyek? Egy. Folyamatosan. Aztán, hogy elmondom. Gondolom, tele van akkor összesülés elmélettel. Igen, ezt akartam mondani. Hát persze, majd mindjárt az jön, de először egy kérdés. A következő. Milyen rendszeresség van évfordulója Smolensknek, hát ennek, ami történt? Az ott lezuhant. Hány évente? Én nem azt kérdeztem. Nem. Szerintem évente van. Akkor 3 havonta. Nem, havonta. Tessék! Emlékművet állítatott Varsó kellős közepén egy hatalmas obeliszket, a Kaczynszki az ikertestvérének, és eltemettette a Wawelban, az a királynál, Krakóban. Na, azt tudom. Krakóban van eltemetve a Wawelban a legnagyobb lengyel Pilsudskit. A lengyelek őt tartják a legnagyobb lengyelnek. Ő ott kapott egy kriptát, erre begyömöszölte oda, a feleségével együtt. Na most mind Krakóban, ez havonta történik, ezek a minden alkalommal óriási balhé van, mert ugye ellentüntetők vannak. Megy a Kaczynszki az embereivel, miniszterelnök, mindenkivel, rendőrkapitánya, na most már óriási készültség, több százan ment, kísérik oda védeni őt. Ez egy abnormális dolog. Hát akkor ez a Kaczynszki nem biztos, hogy egy teljesen... Lehet, hogy megviselte. Teljesen megviselte. Egyébként
De most ez minden irónia nélkül. Nem, hát a Kaczyńskinek nincs felesége, nem is volt. Ha jól tudom, nem vagyok benne biztos, van egy házvezetőnője, és egy macskája. Ennyi a folyamatos. Ez elég szomorú. Egyre inkább csak mankóval tud menni. Pár évvel ezelőtt a térdét megoperálták, fertőzés, azóta kínlódik vele, szenved. Az összeesküvés elmélet. Ez a következő volt, ez szerdán lett volna a hivatalos évforduló. Ez egy szombati napon történt ez a baleset. Április 10-én, 2010-ben. Szerdán volt a hivatalos évforduló napja, a Tusk kiment egy repülőgéppel, a saját embereivel minden, és azt mondta a Kaczyńskinak, hogy gyertek velem, egy géppel megyünk, a kormánygéppel, mert hát ez így jár nektek is, nekünk is, stb. Kaczyński azt mondta, hogy velem nem. Ez az államfő Kaczyński volt, nem ez a mostani Kaczyński. Az a Lech Kaczyński volt. Kimentek, minden rendben volt, megcsinálták a koszorúzást. Kaczyński szombatra kérte. Következő reggel 5 órakor kiment, 9 óra előtt pár perccel volt a tragédia. 5-kor kiment egy újságíró küldöttség, és a következő történt. Ők rögtön jelezték, hogy ne induljanak el, mert egyszerűen lehetetlen leszállni. Olyan köd van. A repülőtér használaton kívül lévő katonai repülőtér volt. Tehát nem tud irányítani egy ilyen kormánygépet, ami olyan modern felszereléssel van. Nem tudott fogadni egy ilyen repülőgépet. A repülőgép lezuhant. Megkérték a pilóták, mert volt egy hasonló eset, hogy közölték a Kaczyńskival, nem alkalmas a repülőtér a leszállásra, az időjárás, a viszonyok, meg végképp nem alkalmasak arra, hogy itt letegyük a gépet. Minszkbe menjünk, pár perc. Nem késhetünk el az ünnepségről. Két ismerősöm és egy jó barátom volt közöttük, abból kettő DNS-sel tudtak megállapítani. Annyira ripityre volt mindenki. Még megvolt is az utolsó rendkívüli állapot 80. 1980. Hallottatok erről? Igen. Mert ő öregebb, mint én. Egyébként ez nem vicc, hát tényleg, hát persze, hát ma... A Jaruzelszki tankokkal az... Amit az elején mondtam, hogy a családot haza kellett. És utána volt a szolidaritás, mert én emlékszem, hogy jártunk tüntetni, és nekem volt ilyen szolidaritásos izém, és gyerek voltam, és fogalmam nem volt, hogy anyám mit rakott volna. De olyan szép betűk voltak. Lech Walesa, igen, ő ő volt a szolidaritásnak a vezető. Aztán az első... Elnök. Ő volt Lengyelország első elnöke, és ugye a nép, ő azt mondja, hogy szolidaritás, Walesa, második János Pál pápa. Ők akik, és ez tényleg így van, hogy a rendszerváltásban, az egész rendszerváltásban nem csak lengyel, hanem a magyar mindenben. A főszerep nekik jutott. Tehát ők voltak azok, akik ezt előidézték. Hát az elsők ők voltak. Igen, csak hogy nekik köszönhetjük, mert ahogy a pápa az egész mozgalom mellé állt, a Walesa, aki nem ismert, az életével játszott. Azt az egész szolidaritás mondtam, mert látszik, hát a nyomát most is viselik magukon. Azért akartam erről szólni, mert az egész társadalom a mai napig viseli a szolidaritásnak. Pozitív. Létezik még szolidaritás szakszerű, ez már nem az. Ez nagyon irigylem bennük, hogy ők összeállnak és együtt, és kiment. Tehát, hogy ez fantasztikus. Igen. Hát csak egy példa. Rendkívüli állapot, nem volt ennivaló, később se. De nem volt nulla ennivaló. És a családot hazaküldtem, én meg ott voltam egyedül, szegény fiú. Hát voltam 32 éves, hogy mennyi, azt hiszem 30 valamennyi voltam. És nem mit egyek, hát én se kaptam a boltba, nem volt bolt. Csak ilyen üres polcok voltak, orosz húskonzerv, orosz paprika konzerv. Semmi nem volt, tényleg nem volt. Megismerkedtem egy énekkarral. Éve munka közben. Kérdezik, mit csinál szombaton, van mit enned? Hát mondom, biztos van, hát nem fogok nekik panaszkodni. Addig dumáltak, míg divattá vált, hogy minden szombaton, és aztán már vasárnap is, valaki meghívott az együttesbe. Ezek összejöttek. Uh-huh. Na most erre mondja a lengyel, hogy hátábogáltál, gazdag az asztal, én még ennyi jó falatot. És hogy minden, ott nem volt olyan, ami ne lett volna. Tehát elképesztő, nincs az üzletben semmi. És mindig terített, és mindenkinél terített asztal volt. És nem sajnálták csak. Szóval az emberek összefogásait elképesztő. Még egy apróság, hogy a magyar-lengyel barátság akkor szűnt meg úgy kicsikét, amikor a Népszabadság elkezdte azt a kampányát, hogy a lengyelek lusták, nem dolgoznak, nem csinálnak semmit, csencselnek. Ide jönnek piachoz. Ja, 80-as évek igen, amikor a lengyel piacon virágoztak. Én ott voltam a helyszínen. Ezeknek az embereknek nem volt mit enniük, tényleg nem volt a városi embernek, nem volt, mindenki faluról szerezte be a dolgokat. És direkt elmentem ezekre a piacokra, ahol a fülemben sógták, hogy TK-34-es nem kell le, pang.
Mindent lehetett kapni jó pénzért. Kalasnyikovtól kezdve mindent. De a lényeg az, hogy ezek az emberek kénytelenek voltak ezzel foglalkozni, mert olyan minimális volt a fizetésük, hogy abból nem lehetett megélni. Tehát az, hogy ők csencseltek, és ebben töltötték az idejüket, hogy árusították a saját cuccokat, és eljöttek ide a Kánaánba, mert számukra Magyarország a Kánaán volt. Tehát őket egy szó nem érheti a hálát, és akkor... Ráadásul fél Magyarország okomlistás termékeket csempészett Magyarországra, amikor tehette, vagy igen. Tehát hogyha volt rá lehetősége, tehát hogy az vesse rájuk az első követ, hát, aki maga nem csinálta. És például ők maguk kivetették azt, mert egy egyetemi professzor mondja, hogy én nem tudom, hogy kell eladni ezeket, és nem szeretnek a tanulóim. Mert mindenki tudta másikról, hogy ki mit csencsel. És aki nem csencselt, az nem volt ember számára. Mai napig is ilyenek a lengyelek, hogy csencselni pedig kell. Ez nem egy jó végszó, de mégiscsak valahogy be kell fejeznünk a lengyel témát. Van nekünk két olyan rovatunk, aminél itt maradsz te is, természetesen, és te is szállj be a két rovatunkba. Az egyik rovatunk az, hogy leszoktuk rántani a leplet, hát ilyen közkeletű tévedésekről, ezt így tudom gyorsan összefoglalni, hogy terjednek ilyen mindenféle közéleti csoportokba, ilyen jól hangzó szövegek, és akkor arról beszélgetünk, hogy ezek vajon igazak-e vagy sem. Most ezt én vállalom, ezt a mai alkalmat. Már miután összeszedtem az e-heti, vagy az e-hónapi refutálni való anyagot, egyszer csak szembe jött egy tök más mém, egy bizonyos Kurt Vonneguttól, szándékosan magyarosan mondom, nem így kell mondani, tehát nem így hívja önmagát se, de... Hogy hívja önmagát? Kurt Vonnegut, tehát ugye egy amerikai... Jó, persze, hát... Onnan lehet tudni, hogy van egy YouTube videó, ahol egyébként megkérdezik, hogy ő hogy mondja a nevét, és akkor ő elmondja, hogy hát semmi különböző. Én is innen tudom. Csak a neveket, mi Magyarországon Kurt Vonnegutnak, vagy Vonnegutnak mondjuk, de mindegy, szóval Vonneguttól egy idézet. Szerintetek igaz-e ez, hogy Kurt Vonnegut mondott ilyet? Oké. A fasiszta olyan alsóbbrendű ember, aki elhiszi, hogy felsőbbrendű, ha mondják neki. És ilyen mémek terjednek... Még noch einmal bitte langsam. Ilyen mémek terjednek Facebook csoportokban. Olyan alsóbbrendű ember, aki elhiszi, hogy felsőbbrendű, ha mondják neki. Szerintem nem mondott ilyet van. Szerintem nem mondott ilyet van. Szerintem sem. Szerintem. És osztogatják emberek. Szofisztikáltabb volt szerintem, vagy van. Szerintem sem mond. Mondd az igazságot. Na, utána néztem... Elsőre nem volt könnyű, és aztán piszok egyszerű volt tulajdonképpen, ugyanis... Hát most van egy ilyen műve? Egy könyvében hogy mondott-e, vagy nem, ez egy véleményes, hát ez egy Burlesk nevű könyvéből származik. Sajtettem. Igen. Egyébként jó mondás. Jó mondás, és nem egészen így van a mondás, úgy van a mondás, a két főszereplünk, az Eliza és a Wilbur egymással vitatkoznak, beszélgetnek, és azt mondja neki, hogy a fasiszták... alsóbbrendű emberek, akik elhiszik, ha azt mondják nekik, hogy felsőbbrendűek, mondta Eliza. Nana, mondtam én, ez a Wilbur, ez a másik. Igen. Eliza folytatja, és azután azt akarják, hogy mindenki más halljon meg, mondta Eliza. Tehát, hogy így hangzik az eredeti idézet, ez egy művéből, Kurt Vonnegut egy művéből, és ez mémesült hát oda. Hát akkor áttételesen igaz. Tehát áttételesen tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mondott, ilyen rövid formában osztogatják egymásnak az emberek, hogy a fasiszta olyan alsóbbrendű ember, aki elhiszi, hogy felsőbbrendű, ha mondják neki. Ezúttal egy olyat találtam, amiről kiderült, hogy igaz. Hogy ilyet mond. És, átételesen mond. Elég híres emberek is osztogatják ezt, sőt, odaírják, hogy hadd idézzem-e egyik kedvenc szerzőmet, Kurt Vonnegutot, és akkor írja ezt. Mert nem Fejős Éva a kedvenc szerzője. Nem Fejős Éva, hanem Kurt Vonnegut. Igen, azért nagyon jó, de ez ilyet mondott. Igen. A másik állandó rovatunk, hogy szoktunk egymások podcastokat ajánlani, mi olyanokat szoktunk a hallgatóknak és egymásnak ajánlani, amiket még korábbi 30-40 adásban nem ajánlottunk, de neked természetesen kivételt teszünk a te részedről. Egyáltalán szoktál hallgatni podcastot, és ha igen, akkor ajánlasz-e valamit a hallgatóinknak? Nagyon ritkán. Nagyon ritkán, amikor a fiam azt mondja, vagy a lányom azt mondja, hogy valamelyiket hallgass meg. Tessék? Hogy valamelyiket hallgass meg. Igen, és akkor én nem merek ellenkezni. Mert én meg vagyok félemlítve a gyerekeim által. Nektek van olyan podcast, amit ajánlottak, és új? Nekem van új. Én nem tudom, hogy az elmúlt 30 vagy 40 adásban mondtuk-e. Én felfedeztem, hogy Oszkó Péternek van egy podcastja, Oxo néven. Van bizony. Nem olyan nagyon régi, talán 6-8 adást ért meg. És én most nagyjából végig hallgattam. Nem, az Oxo Properties az egyik.
Most legalább meg fogom tudni, mi az a podcast, hogy Isten igazából valaki két hónap. Rögzített rádióműsor. Na jó, ez így nagyon le van egyszerű. Mert jelentett, hogy csináljunk podcastot. Lengyel podcast. Az tök jó. Az jó lenne. Lehet csinálni, ez is egy podcast. Igen. Szóval én kifagy, most ezt komolyan mondom, én kifagyhatatlan vagyok a történetekből. Mert valami, hát 16 év, ráadásul, mivel én újságíró is voltam, hogy utánom néztél, én féltem, hogy megtaláltad azt is, ami nem titkolok. Én 3 évig voltam a Playboy főszerkesztője. A magyar Playboy-on? Ja, hát arra kértek föl. Most ki csinálja, Bús István, vagy ki a... Amikor meg elindult a Playboy másodszorra, akkor... Szerintem apám írt bele, emlékeim szerint. Na mindegy. Zsuzsa, neked van olyan podcast, amit ajánlom a hátunknak? Nincs, mert most már az a baj, hogy tőletek szerzem a podcast infóimat. Nekem van még egy. Na. Hát én felfedeztem Ungár Péter podcastját. Valóban Ungár Péter podcastját még nem ajánlottuk soha, akkor most be fogjuk ezt linkelni. Igen, neki is van podcastja. Igen, de én, ez számomra egy újdonság volt. Most ez nem... Jó, de mi kell ehhez? Mert nem tudtam válaszolni. Ezt megbeszéljük adáson kívül. Annyiban nem, nekem nincs most új, amit ajánlanék, amit most fedeztem. Ki vagyok? 50 körül van még a hallgatatlan listám, ami az elmúlt hetekben fölgyűlemet, úgyhogy, de azokat már mind ajánlottam, vagy nem érdemes az, hogy ajánljuk. De az adáson belül szívesen elmondom, csak annyit, hogy egy nagyon egyszerű, nagyon technikai válasz adok. Az a podcast, hogyha RSS linkje van. Ez egy technikai válasz, de ez több annál, mint hogy egyszerű számtesszetnika. Áron, ez senki nem ért így. Már pedig ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Már pedig ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a podcast egy rögzített dolog, amiben emberek vagy egymással beszélgetnek, vagy akár interjút készítenek, vagy olyan, mint egy rádióműsor. Igen, ezt lehet mondani. A rádióműsorok is felkerülnek podcastba, tehát bármikor vissza lehet hallgatni. Ez olyan, a lényeg. Mint a Netflix. Ez a lényeg. Ugyanis például van egy új YouTube csatorna, ezt a kifejezést használ. A Saras Tócsákban ugrálni, ez a neve. A férje, a feleségem nagyon szereti, tulajdonképpen ők is egy másfél órán keresztül beszélgetnek, 2-3 ember, valamelyikük talán színész, valamelyikük izé, nem tudom pontosan. Ja, meg talán ilyen stand-uposok is talán azok, akik csinálják ezt. Csak hogy én nem tudom hallgatni a telefonomon, mert nincs RSS linkje, nincs Spotify-on fönt, tehát nem podcast. YouTube csatorna. YouTube csatorna, YouTube adás, ott van a videón. Igaz, hogy semmi nem történik, mint ami nálunk is, hogy itt van a két mikrofon is beszélgetnek, de nem podcast. Egyszerűen azért nem podcast, mert ez egy YouTube adás, YouTube csatorna. Onnantól ez podcast, hogy bármilyen podcast... Szerintem a podcast egy bármikor visszahallgatható hangfelvétel. A YouTube az nem hangfelvétel, az egy videófájl. Mondom, a podcast. Ezért, erről beszélünk, így van. Egy bármikor visszahallgatható hangfelvétel, ami bármilyen témában lehet. Tehát, hogy tényleg egészen extrém, például végig, nem tudom, biztos van bélyeggyűjtő podcast, meg van ilyen krimi feldolgozós podcast, női podcast, férfi podcast, pszichológus podcast, minden van. És amint az ember... Nagyon-nagyon jó, fantasztikusan sok van Amerikában, vagy angol nyelven sokkal több nyilván, de most már Magyarországon is egyre többen csinálják, és számos nagyon izgalmas. Tehát például történelmi podcastok rendszeresen vannak, és nagyon izgalmasan dolgoznak fel olyan történelmi dolgokat, amitől azoknak is közelebb hozzák a történelmet, akik soha az életben nem fognak mondjuk elővenni egy könyvet, hogy elolvassák az adott témát, de mivel jól van feldolgozva, ezért meghallgatják, és valami megragadott. És honnan tudják, hogy jól van? Most ezt komolyan kérdezem, hogy honnan tudni, hogy jól van. Nem lehet tudni, tehát nincs podcast hatóság, vagy nincs izé, tehát nincs olyan. Nem, hogy azért hallgatják meg, mert az jól van föl. Hát mindre izgalmasan mesélik el, jól számolnak, tehát nem a kényszerű. Tehát, hogy van ilyen történelmi bűnügyi podcastok, ahol szórakoztatóan elmesélnek, kivesélnek régi bűncselek, de régi, tehát történelmi bűncselekményeket. De ugyanúgy történelmi eseményeket, tehát a hihetetlen történelemben, amikor kiragadnak egy valamit, és akkor arról beszélgetnek viszonylag szórakoztatóan, viszonylag élvezhetően. Tehát, hogy... De biztos van a hüllőtartó podcast, meg a... Van a bakancsos, a kiránduló podcast. Nem, hogy engem mi érdekel.
Igen, de bármiről lehet podcast, és meg is lehet találni. Megszállott sport. Ó, rengeteg sport nagyon sok. Mit csinálja? Rengeteg sportpodcast van. Jó, hát köszönjük szépen, hallgatók. Reméljük, hogy sokat megtudtatok Lengyelországról, meg a lengyel helyzetről, meg arról, hogy milyen a két nép barátsága, menjetek-e haverkodni a lengyel barátaitokkal, vagy ne, szerintem menjetek. Mindig fontos a barátságok ápolása. És köszönjük Gordon Istvánnak, hogy eljött vendégként a podcastunkba, és tudtunk a Lengyelországról beszélni, és a lengyel választásról, és a tanúságokról, ha vannak, talán vannak. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, én sziasztok! Köszönöm a meghívást! Od zespołu przepięknie pozdrowienia dla wszystkich naszych koleżanek, które dzielnie walczą na ulicach o wolność naszą i waszą. Yo! Proszę. Panowie biskupi, kapłani z wiosek, miast i z nadziei, ruszamy wam na spotkanie, weźmiemy się za sprzątanie. Zmieciemy was miotłą sprzeciwu, zmiażdżymy siłą pragnienia, bo tak to jest wojna o wolność i prawo do samostanowienia. Wypierdalać, 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 wypierdalać. Wypierdalaj, grzecznie mówiąc padaj. Od kobiet waram, bardzo proszę, wypierdalać. Wypierdalaj, grzecznie mówiąc padaj. Od kobiet waram, bardzo proszę, wypierdalać.